Rumcsájsz kalandjai. Az országút. Rumcsájsz egyszer vörös áfonyán próbálgatta kifinomult ízlelő képességét, és Sibészke segített neki. Hallod-e? Szólalt meg Rumcsájsz. Vizsgáld a fülem, ami azt jelenti, hogy valahol vezegednek. A Jicsini városházán folyt a vezetés, és hogy mi? Az országút miatt veszett össze a Jicsini bíró a várnaggyal. A Jicsinieket kiogatják ezen az úton, mikor hálót szállítanak a várba. Ez nem igaz! De hogy is nem! De nem! De igen! De nem! De igen! De nem! Nem! Igen! Na, Hát... Ami bajuk van egymással ezeknek a főembereknek, mondta Rumcsájsz, majd eligazítják egymás közt. De nem és nem. A várnagy nem volt hajlandó lenyelni, amivel a Jicsini bíró vádolta. Csak az ujjamat kellene megmozdítanom, mondta az óriás. Ő, aki már régen ott lakott a sziklák között. Ma jó kedvem van, tovább mehetsz. Nem éltem, nem éltem, miről beszélsz, mondta a várnagy. Viszont támadt egy jó ötletem. Mi volna, ha Jicsinnél ellopnák az országutat? Ilyen meglepetésben még nem volt részük. Manka éppen áfonyát főzött mézben, mert Sibészke télen is szerette a nyalánkságokat. Vajon, tud erről Rumcsájsz? Kérdezte a bíró. Miről kellene tudnia, érdeklődött Manka. Rumcsájsz ugyanis nem volt jóban a bíróval. Hát arról, hogy ellopták az országutat. Jicsinbe most még talicskával sem lehet eljutni, pedig ilyen szép hely, mint Jicsin, nincs több a világon. Ha Rumcsájsz segítene, meghálálnánk. Az országút mindkét oldalán 7-7 fuvaros kocsi állt. Pattogtatták, csattogtatták az ostort, és kiabáltak. Mi van? Talán forduljunk vissza? Na hát, Jicsinben már fogytán a só. Ne a jó embereket keres, hanem a rosszakat. Ez diktálja a zsivány ösztön, mondta Rumcsájsz Sibészkének, és elindult vele az óriáshoz. Mikor az első sziklához értek, Rumcsájsz odasult a Sibészkének. Jó volna meglátni az óriást. Nézz körül, hát ha meglátod, én majd bekerítem. Sibészke azonban nem látta az óriást. A rabló óriás viszont ott settenkedett a sziklák között, és azt forgatta a fejében. Ez a Rumcsájsz valamiképpen kifogjon rajtam. Sötétig nem maradunk itt, Sibészke. Mikor odaértek, ahonnét az óriás ellopta az országutat, látták, hogy a helyzet csak romlott. Már 77 strápkocsi torlódott az út széleken. Letűnjük az ottót, így kifogjuk a nyomakat, mondták egyesek. Törjék a fejüket, a Jicsiniek, kiabálták mások. Rumcsájsznak erről eszébe jutott valami. Úgy van, fogjanak ki, és fogjanak be az országút elé. Több szót aztán Rumcsájsz nem is ejtett. Yeah! Kiáltott hol az egyik fuvaros, hol a másik. Yeah! Az
országút kiegyenesedett. Egyik vége Trebovig nyúlt el, a másik Decsinig. Már csak egy darabka hiányzik. Kiabálták, már hogy ne éljeleztek volna, olyan síva volt az út, mint a lányok arca. A bíró még mindig várta Rumcájszot a barlangnál. Gyere már, Rumcájsz, Jicsinben nagy baj történt. Hol van az már, mondta Rumcájsz, és többet nem törődött a bíróval. Rumcájsz kalandjait Szuhai Balázs mondta el.